Két magyar női vízilabda csapat is az Euroliga Final Four-jába juthat, a bajnokságban második Dunaújváros ebben a párharcban a címvédő spanyol Sabadellel találkozik. Az első összecsapás itthon holnap a válogatott kapus Kasó Orsolyával és Mihók Attila vezetőedzővel hangolunk most. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! A januári második helyet hozó aténi selejtező torna az milyen magasra tette a lécet az ambícióitokba a folytatást illetően? Hát ugye itt azt kell tudni, hogy a Dunaújváros fiatal csapatként 2009 óta nem szerepelt nemzetközi mezőnyben. Most idén úgy döntöttünk, hogy a BL-t megpróbáljuk. Rögtön 8 közé sikerült jutnunk, amit óriási sikerként könyvelhetünk el, és ide Aténon keresztül vezetett az út. Aténban a 8 közé jutásért rendezett középdöntőt, azt már nagyon nívós ellenfelek ellen kellett kiharcolnunk a továbbjutást. Például az Olympiakosszal tudtunk játszani, ami beletartozik ma a női vízilabdának a top klubjaiba, abszolút. 4 nagyon erős klub van, akik évről évre oda tudnak kerülni a Final Four-ba, ezek közül az egyik az Olympiakos, és az Olympiakos az egyetlen olyan csapat, aki a Sabadellt az elmúlt 5 évben egyáltalán le tudta győzni egy alkalommal. Ezzel az Olympiakosszal egy szoros jó mérkőzést tudtunk játszani, 6-6-tal fordultunk a negyedik negyedre, és az utolsó másodpercekig volt esélyünk a pontszerzésre. És ahogy kérdezted, ez valóban magasra tette a lécet, tehát azóta azért esetenként beszélünk arról, hogy akár az Euroliga 4-es döntőjébe is el tudjuk magunkat képzelni. A Sabadellen keresztül vezet ide az út. Valamilyen 4-es döntőben ott lesztek, ugye? Igen, ez azért nehéz. Hát igen, na most jó belehúztatok, Orsi, címvédő, és hát gyakorlatilag egy Euroliga trófeagyűjtő spanyol csapatot kaptatok. Hogyha egyet vétózni lehetett volna, akkor inkább kit kellett volna? Hát igazából nekünk mindegy volt. Örültünk, hogy egy ilyen fokú nemzetközi bajnokságban elindulhattunk, úgyhogy szerintem ez mindenképpen minden játékosnak egy jó ugrás és fejlődési lehetőség. Az még külön öröm számunkra, hogy a világ legjobb női csapatát kaptuk, szerintem ennek örülni kell, és nem pedig szomorkodni. Tehát, hogyha most visszaszálltatok ebbe, és ilyen jó sikerült, akkor jöjjön a legjobb, nem persze. Probléma ez, igaz? Hát akkor nézzük meg, hogy valóban mit tudunk, mert ugye eddig hazai bajnokságban tudtunk csak elindulni, ugye sok év után végül elindulhattunk végre újra a BL-ben, szerintem ez azért nagy öröm a klub számára és a játékosoknak. Hát a régi harcos vagy Dunaújvárosban, ez egy fiatal csapat, ahogy Attila említette, amikor belevágtatok ebbe a újonnan ebbe a nemzetközi kupasorozatba, akkor te mit vártál ettől? Mindenképpen szerettem volna, hogy bejussunk a 8-ba, tehát ezt azért szerettem volna, hogy sikerüljön, és úgy gondolom, hogy ez a gárda képes arra, hogy olyan dolgokat vigyen véghez, amiket az a generáció még, amikor 2009-ben voltunk ugye BL-ben utoljára. Most olyan játékosaink vannak szerintem, akik posztonként a legjobbak között lehetnek, úgyhogy remélem, hogy jól sikerül ez a mérkőzés, és megmutathatjuk ellenük is. Azért azt nem bánjátok, Attila, hogy nem az UVS az ellenfél? Tehát, hogy nem magyar-magyarnak farkasa? Nem bántuk volna azt sem, hogyha az UVS-ét kapjuk. Én annyiból kiegészíteném Orsit, hogy a Kirisit azt nem szerettük volna, de ennek elsősorban logisztikai okai vannak. Utazni sokat Oroszországba inkább. Tehát nem szívesen mentünk volna Oroszországba. Egyrészt nagyon drága, másrészt azért Oroszország körülményes, már hogy oda utazni. Örülünk a Sabadellnek, ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint hogyha egy, nem tudom, a labdarúgásból valaki a Barcelona ellen játszott, vagy a Real Madrid ellen. Igen. Nyilván észnél vagyunk, a földön járunk, tudjuk, hogy azért a fogadási irodák nem ránk kötik elsősorban. Bocsáss meg, Attila, hogyha itt tartunk, és hoztuk azt, hogy mondjuk a Sabadell, a Real vagy a Barcelona, akkor a Dunaújváros most, mondjunk egy párhuzamot, egy hasonlatot. Hát én azt gondolom, hogy egy Olympique Marseille, vagy egy
most éppen nem is annyira tudom, de egy Ajax Amsterdam. Tehát egy feltörekvő fiatal csapat. Igen, vagy talán, hogyha az angol bajnokságból kell példát mondani, akkor egy Arsenal. Már ott van a legjobbak között, és nagy dobásra készül, ki tudja, sikerül-e. Azt mondnak, hogy az számít-e a spanyolok ellen, hogy ki kezd idegenben, ki kezd itthon, mármint, hogy ti kezdtek itthon. Hát annyiból lehet jelentősége, hogy épp tegnap beszélgettünk a lányokkal, és Bíró Attilával is, mert Egerbe edzőtáborozunk, és ő is éppen ott volt, megnézte tegnapi edzést, hogy nyilván a Barcelonába való utazásunknak akkor van még a továbbjutás szempontjából is jelentősége, hogyha itthon azért tudunk győzni. De itt rögtön hozzá kell tennem, nem előre magyarázva a bizonyítványt, hogy ez a Sabadell, ez egy olyan szinten összerakott társág, hogy ők 5-6 éve egy meccset vesztettek, Athénba egy BL döntőt. Említetted, igen. Tehát se a bajnokságban, se az Euroligában nem találtak legyőzőre az elmúlt években. Nagyon szeretnénk ezt a sorozatot mi megszakítani. Hogyha akár a továbbjutás ez nem is sikerül, de én azt gondolom, hogy egy hazai győzelemmel nagyon-nagyon meg tudnánk örvendeztetni azt a nagyon sok szurkolót, akit várunk holnap, akik nagyon messziről is el fognak utazni Dunajvárosba, hogy megnézzék ezt. Világos legyen akkor az a motto, hogy ugye semmelyik győzelmi sorozat nem tarthat örökké, és akkor ezt most kéne megszakítani. Orsi, az adott-e, hogyha már Bíró Attila szóba került, adott-e önbizalmat a Dunajvárosi válogatottaknak, hogy hát itt legutóbb a világligában egy elég szép 15-4-es tönkreverés volt francia ügyben, ha már azt mondjuk, hogy egy kis nemzetközi ráhangolódás? Hát nyilván az azért jót tett, hogy tudtunk együtt játszani, sok dunajvárosi játékos volt ugye ebben a francia világliga elleni mérkőzésben. Bár azt is tudni kell, hogy a francia csapat azért nem épp a legerősebb a nemzetközi mezőnyben, de nyilván jót tett, hogy így is együtt tudtunk edzeni, és sokat tudtak játszani a játékosok ilyen meccsen is. Na most haditervben mi lett a fő ellenszer a szabad ellen? Hát azt nem mondom meg. Hát, ha nézik a Digi Sportot, de mindenféleképpen felmértük azért a Sabadellnek az erősségeit. A rossz hír az, hogy sokkal több erősséget találtunk náluk, mint gyengeséget, vagy gyenge pontot. Olyan taktikát szeretnénk választani, ami egy picit kockázatos, tehát elképzelhető, hogy egy úgymond nagyobb verésbe szaladunk bele, hiszen kockáztatnunk kell, de hogyha valóban szeretnénk itthon győzni, akkor felnőtt csapatként kell viselkednünk, nagy lányokká kell válni a kislányoknak, és valóban olyan megoldásokra kell kényszerítenünk a Sabadellt, hogy esetleg hibázhassanak, hiszen az ő pozicionális játékuknak a legerősebb jellemzője az, hogy nagyon-nagyon keveset hibáznak. Tehát nem minden szuper, amit csinálnak, viszont nagyon-nagyon kevés az úgymond ki nem kényszerített hibájuk. Gépezet. Ebből adódóan szinte lehetetlen rést találni a pajzson. Nekünk egy olyan taktikát kell választanunk, ami lehetőséget ad, vagy bizonyos szinten elképzelhetővé teszi, hogy mi tudjuk őket meglepni, hogy aztán ez egy első negyedben lesz meglepetés számukra, vagy esetleg a négy negyeden keresztül, azt nem tudom, de az első feladat az, hogy elérjük, hogy a Sabadellnek a Sabadell játékosok fejében megforduljon az a gondolat, hogy esetleg itt bajba is kerülhetnek. Végül Orsi, azt mondnak, hogy ha ne adj Isten, hogy így legyen, de mondjuk idézőjelben csak, de a LEN Kupa 4-es döntőjébe pottyantok át majd, ezután a párharc után, és szembe vele megnézzük a magyar bajnokságot, és mondjuk a kettőből választani lehet, hogy azt a sorozatot megnyerni, vagy itt megfogni az UVS-ét, akkor melyik lenne a fontosabb cél? Nyilván mindkettőt szeretnénk, ugye az UVS nyomában azért már évek óta vagyunk, ugye idén, most hát hogy tavaly sikerült már őket otthon megszorongatni. Mindeközben pedig a klub szempontjából jót tenne, hogyha a BL-ben is minél jobb helyezést érnénk el, úgyhogy hát ez nehéz kérdés, de törekszünk rá, hogy mindkettőben helytálljunk, és a legjobbat hozzuk ki magunkból. Hát a nehéz kérdést azért még föltenném a végén a mesternek is.
Hát azt kell tudni erről a dologról, hogy azért az UVS-e beletartozik abba a négy csapatba, aki igen, az említett. Európa kiemelkedő társaságai közé tartozik. Tehát a valóság az az, hogy nekünk könnyebbnek tűnik egy esetleges LEN Final Four-t megnyerni, mint a magyar bajnokságot. Ez nem azt jelenti, hogy feltett kézzel megyünk a hátralévő UVS-e mérkőzésekre, de azért tudjuk, hogy az UVS-e egy nagyon-nagyon kiváló csapat, aki joggal akár Euroliga győzelmet is kitűzhet célul magának, hiszen nagyon-nagyon erős kerete van, nagyon felkészült csapatról beszélünk, egy valóban profi csapatról, mi meg egy tanuló, feltörekvő, tehetséges, az ajtón kopogtató játékosokból álló csapat vagyunk, akiknek én most azt mondom, hogy egy LEN Kupa győzelem óriási siker kell, hogy legyen, és ezt azért, ha egy esetleges LEN Kupa győzelem, de hát erről beszélgessünk akkor, ha esetleg nem sikerül a négybe kerülnünk, szeretnénk legközelebb azért jönni ide, mert csoda történt. Hát várjuk a csodát. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.